Köszöntöm nézőinket! Önök a Közéleti Magazint látják, Jela Jászmin Grész vagyok. Lássuk, mi fért mai műsorunkba. Biztonságosabb a közlekedés Bonyhád és Bátaszék között. Mesterképzés a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál. Élménygazdaggá szeretnék tenni az idei karácsonyt a Karöltve Szekszárdért civil csoport tagjai. Felnőtteknek szóló környezetvédelmi vetélkedőt tartottak Pakson. Biztonságosabbá vált a közlekedés Tolna megye két városa, Bátaszék és Bonyhád között. A fejlesztés azért is fontos, mert ez az útszakasz hozzájárul a szálkai üdülő övezet fejlődéséhez is. Gyakorlatilag befejeződött a Bonyhádot Bátaszékkel összekötő útfelújítása, melyhez kapcsolódóan korszerűbbé vált a szálkát az 56-os főközlekedési úttal összekötő útszakasz is. Az építkezés több szempontból volt fontos, mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. Egyrészt ez az útszakasz vezeti le az M6-os autópálya forgalmának egy részét, másrészt az egyre népszerűbb szálkai üdülővezet fejlődése szempontjából is kiemelkedően fontos volt a fejlesztés. Egyre nagyobb itt a forgalom, ezért is kellett korszerűsíteni, illetve helyrehozni ezt a szakaszt, és nyilván az itt élő embereket kellett kiszolgálni. Ennek a körzetnek a jelentős része az én választókörzetem, illetve hát egy Tolna megyei beruházásról beszélhetünk, büszkék lehetünk arra, hogy elkészült ez, 1 milliárd 10 millió forintba került a két útszakasznak az összköltsége. Ez egy igen jelentős forrás, de mint ahogy látták, a megyében több térségben jelen pillanatban is zajlanak az útfelújítások. Nyilván meg kell említenünk a szálkai turisztikai vonzerőt is, amit az elmúlt jó 10 évben vagy 20 évben Szálka község és az ott élő vállalkozók közösen értek el, és tudjuk azt, hogy azt is egyre többen keresik fel, úgyhogy ennek az útszakasznak a megépült, illetve rekonstrukciója nagyon időszerű volt már. Hogy mennyire, azt leginkább a település polgármestere Pálfi János érezte, hiszen hiába volt a sok éves fejlesztési koncepció, ahhoz, hogy a turizmus tényleg magas szintű legyen, elengedhetetlen alapfeltétel a közlekedési lehetőségek korszerűbbé tétele. Mi régóta vártuk ennek az útnak a fejlesztését, hál' Istennek az idejében ez megvalósult. Köszönet a közötkezelő KHT-nek, valamint az országgyűlési képviselőknek. Ezáltal a településre bejövő út teljes egészében kész van, és a közlekedés sokkal biztonságosabbá vált. A másik, ha a turizmusról beszélünk, akkor ez is egy fontos része. Szálkán már mostanában egyre jobban fejlődik a turizmus, egyre többen látogatnak Szálkára, és hát nyilvánvalóan nem feltétlen mindegy, hogy milyen úton tudnak közlekedni az ide látogatók, és milyen érzéssel távoznak el innét. A most átadott út 18 km hosszban biztosítja a biztonságosabb közlekedés lehetőségét Tolna megye két városa között. A megsüllyedt, eltöredezett, illetve szétrepett felületek lokális javítása történt meg, alapmegerősítéssel, majd nagy felületű burkolat, koporétek csere készült el. Ez mellett párhuzamosan az útpatkák, vízelvezető árkok és a műtárgyak készültek el. A 5601-es Szálka-Mőcsény út is elkészült. Az 56-os úttól Szálka átkelési szakaszig teljes burkolatcsere készült, alapmegerősítéssel burkolat, patka, vízelvezető rendszer, illetve a Lajvérhíd került teljesen felújításra, és a Szálka településtől a Bátaszék-Bonyhád összekötői útig pedig lokális szerkezet, illetve burkolatcsere készült el. Gyakorlatilag elmondható, hogy a térségbe az útfejlesztések ezzel elkészültek, majd a várhatólag a Magyar Falu, illetve a TOP projekten keretén belül Grábóc, illetve Alsónána is felújításra kerül a következő években. Tizen vehették át a mesterlevelüket a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. Az intézmény most villanyszerelő és szakács szakmában indított két hónapos képzést, melyet az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatott.
Ahhoz, hogy egy szakember gyakorlati oktatóvá válhasson a duális szakképzésben, több feltételnek is meg kell felelnie. Ebben nyújt segítséget a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara, aminek mindenképp teljesülnie kell, az nem más, mint a szakirányú mesterlevél megszerzése. A másik pedig a gyakorlati oktatói tanúsítvány megléte szakirányú középfokú végzettség mellett. Azért ezt a kettőt emeltem ki, mert a támogatott mesterképzés és vizsgáztatásnak éppen az a célja, hogy a gyakorlati oktatóként tevékenykedő szakembereket, akik már gyakorlati oktatói tanúsítvánnyal rendelkeznek, bevonjuk a mesterképzésbe, illetve azokat a szakembereket segítsük mesterré válni, akik gyakorlati oktatóvá szeretnének válni. Támogatott mesterképzésről beszélünk. Fontos megjegyezni, hogy ehhez a támogatást az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól kapjuk. Ebben az évben két szakmában tudtuk elindítani a mesterképzésünket, szakács szakmában 5 fő, villanyszerelő szakmában pedig 6 fő szerezte meg a mesteroklevelét. Egész évben folyamatosan várjuk a jelentkezéseket. Ennek a módjáról, illetve a feltételeiről az érdeklődők a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján, a www.tmkik.hu honlapon informálódhatnak. A mesterképzés 2 hónapot vett igénybe, a résztvevők elméleti és gyakorlati oktatásban egyaránt részesültek. Igazából elvégeztem a gyakorlati oktatóit, és akkor úgy döntöttem, hogy egy kicsit tovább szeretném képezni magam, és a tanulóimnak többet tudjak nyújtani majd a későbbiekben, ezért próbálkoztam meg vele. Többet tudok nekik tanítani, több technikát megmutatni nekik, főzésben, mindenben. Az első körben magam miatt is beszerettem volna bizonyítani, hogy mester vagyok a szakmának, illetve a tanulókkal való foglalkozás is fő szempont volt. Fischer Sándor elnök elmondása szerint a mestereknek mindig is meghatározó szerepe volt. A mestereknek a szerepe az mindig is fontos volt a kézművesek és a gazdaság szempontjából. Ők, akik képviselték az adott szakmát, illetve társadalmi szempontból is, nagyon nagy jelentőségük volt, mind az oktatás, mind az egyéb szociális szempontokból, hiszen a 13. században még a védelem szempontjából is nagyon fontos volt, hogy ki a mester. Nem véletlen van az, hogy különböző bástyákat a mesterekről neveztek el. Erre nagyon nagy példa ez a halászbástya, ami azt jelenti, hogy a halászok mesterék, ...nek a bátyája volt, ők kellett védeniük az adott területeket. Utána inkább egyéb gazdasági szempontból voltak fontosak, és hát ők mintájuk voltak. Tehát mintaképük volt a többieknek, a hallgatók, illetve a tanulók rájuk néztek föl, és minden szempontból ők itt kiemelkedő társadalmi szerepet töltöttek be. Egyrésztről ez elsősorban saját szempontjából nagyon fontos, hiszen ő ezzel kiemelkedik a többi vállalkozó közül. Másrésztről gyakorlatilag a hallgatók, a leendő tanulók is mindig őt tekintik példaképnek. Jelentős hagyománya van Tolna megyében is ennek a mesterképzésnek. Tőlünk nyugatra, elsősorban Németország, Ausztriában szintén nagyon nagy jelentősége van a mestereknek. Bizonyos feladatokat nyugaton csak ők láthatják el. Nálunk is egyre több a tekintélye ennek a névnek, hogy valaki mester. Élménygazdaggá szeretnék tenni az idei karácsonyt a Karöltve Szekszárdér civil csoport tagjai a hátrányos helyzetben élő családok számára. Ünnepi ebédet, színház vagy mozi jegyet, korcsolyázást vagy akár egy feldíszített karácsonyfát is adnának a rászoruló családoknak, hogy igazán emlékezetessé tegyék számukra az ünnepet. A Karöltve Szekszárdért civil csoport már több mint 2 éve jelen van Szekszárd életében, ha adományozásról van szó. Idén viszont a hagyományoktól eltérően igazán emlékezetessé szeretnék tenni a karácsonyi ünnepet a rászoruló családok részére.
Tavaly inkább a gyerekek számára gyűjtöttek játékokat, papírírószert és édességet, idén viszont azt szeretnék, ha olyan élelmiszerekkel járulnának hozzá az adakozók a hátrányos helyzetű családok karácsonyához, amikből ünnepi lakoma kerülhet az asztalra. Mivel a karácsonyt a legjobban a gyerekek várják, így a civil csoport úgy gondolta, hogy igazán emlékezetessé teszi az idei ünnepet. A karácsony az a családoknak az ünnepe, és a gyerekeknek az ünnepe. Ugye a gyerekeket is lepjük meg valamivel, és itt megint csak azt szeretnénk kérni, hogy ne játékokkal és plüss állatokkal halmozzanak el bennünket, amit nagyon köszönnénk, de most inkább azt szeretnénk, hogyha élményeket biztosítanának a gyerekeknek. Tehát például nagyon sok családnak gond azt, hogy fizessenek egy osztálykirándulást, tehát lehet karácsonyra ezt adni ajándékba, hogy kifizettem az osztálykirándulásodat, vagy megajándékozni a családokat egy karácsonyfával például. Most igaz, hogy nincsen nyár, de egy élményfürdőbe is lehet venni egy belépőt, egy mozi előadásra, karácsony előtt biztos, hogy lesz a Babits Művöldési Központban karácsonyi mese, mert szokott lenni, oda is lehet venni belépőt, tehát csupa élményszerű ajándékra gondoltunk. De ide tartozik például az is, hogy ismerkedjenek meg ezekkel a családokkal. Ezt szokták és az adományozóink tenni, és van, aki meghívta őket például ebédre. Tehát egy karácsonyi ebédre hívjuk meg őket például, advent bármelyik vasárnapján, vagy süssünk együtt a gyerekekkel mézes kalácsot. Én azt gondolom, hogy rengeteg lehetőség van, és hogyha ezt valaki végig gondolja, akkor igen kreatív ötletek tudnak születni. A csoport tagjainak a száma a megalakulása óta több mint 5000 főre emelkedett, és a segíteni akarásuk azóta is töretlen erővel tart. Erre figyelt fel egy országos szervezet, akik díjra is jelölték a szekszárdi csoportot. A Mutass jó példát kampány célja, hogy olyan egyesületeket, csoportokat, önkénteseket ismerjenek el, akik önzetlen segítségükkel példát mutatnak a környezetükben élő embereknek, ami által pozitív változást hoznak egyének és családok életébe. Egy budapesti szervezet, a Mutass jó példát, ez egy közhasznú alapítvány keresett meg minket a nyáron, hogy szeretnének kijelölni egy országos díjra, és hogy igazából pont azokat az értékeket képviseljük, amiket ők is célnak tűztek ki, tehát ez a példamutatás, közösségépítés, és itt a közösségért való jó példa, ez volt a cím, amiben minket indítottak. Hát nagyon szépen köszönjük a csoporttagoknak, mi ezt egyszer kiposztoltuk, mert gondoltuk, hogy majd, tehát ne az irányítson minket, hogy mennyi ismerősünk van, hanem ha a jó Isten ezt szeretné, és az emberek is, és hát fölkaroltak minket, mert hát én nagyon-nagyon sok szavazatnál járunk, tehát igazából nincs is kérdés, úgy látom, hogy pár hét múlva lezárják, és itt ez egy országos elismerési díj lesz, és ez nekünk azért nagyon-nagyon számít, és jól esik, hogy erre jelöltek minket, és ennek érdemesnek tartottak ennek a díjnak a jelölésére. Azok a pillanatok mozdítanak meg minket, amikor tömegek mozdulnak meg valamiért, valakiért, egy jó ügyért, a reményért, a lelkiismeretért, vagy akár csak egy ember a másikért. Amikor tudunk tenni valami értékeset, maradandót, hasznosat. Nem én vagy mi, hanem együtt, mondta el Nagy Anita. A Karöltve Szekszárdért csoportra december 10-ig lehet szavazni a Mutass jó példát kampány oldalán. Pakson az Önzetlenül Környezetünkért, Otthonunkért munkacsoport alapítvány több évtizede rendez felnőttek részére környezetvédelmi vetélkedőt, melynek témája idén Magyarország bioszféra rezervátumai köré épült. A Csengei Dénes Kulturális Központban 7-4 fős csapat vetélkedett a Szeresd, Óvd és Véd elnevezésű megmérettetésen. Nagy Anyüsg és Makson a Csengei Dénes Kulturális Központ nagyklubjában már javában az első feladatokat oldják a versenyzők. A felnőttek is szeretnek játszani és játszva tanulni. Ezt a jelentkezők létszáma és a szervezők lelkesedése is bizonyítja. 23. alkalommal hirdettük meg a Szeresd, Óvd és Véd környezetvédelmi vetélkedőt. A legelsőt még nem is alapítványként, hanem csak munkacsoportként szerveztük 1997-ben. Éppen elmondtam itt, hogy a versenyzők közül sokan még nem is éltek akkor, mert nagy örömünkre most a környezettechnikus szakról is érkezett 3 csapat is.
És vannak visszatérő versenyzők, vannak új versenyzők, vannak más településről érkező versenyzők. A téma pedig ezúttal a magyarországi bioszféra rezervátumok. Már a sok-sok évtized alatt végigjártuk gondolatban a magyarországi nemzeti parkokat. Megtanultuk, hogy azoknak van ugye ökoturisztikailag látogatható részei, és vannak olyanok szigorúan védett részek, amik nem. És most szeretnénk fókuszálni a figyelmet, hogy Magyarországnak még titkosabb, idézőjelbe teszem, és még izgalmasabb szegletei is vannak, és ez a nemzeti parkokon belül, nemzetközi összefogással természetesen, a bioszféra rezervátumok, amik azért felelősek, hogy a ritka kincseinket nagyon különleges feltételek és körülmények között féltsék, és magbankokat hozzanak létre a jövő szempontjából. Zömében Paksról érkeztek a csapatok. Van, akik intézményt képviselnek, de van baráti társaság is, akik csak ezért, tehát most a játék kedvéért jelentkeztek. Dunaföldváról is érkezett csapat, például az egyik óvodából. És igen, az volt az első feladat mindig, hogy egy picit oldjuk a hangulatot, és egy kicsit érdekesebbé tegyük, vagy még érdekesebbé tegyük ezt a játékos vetélkedét, hogy a csapat választ magának egy fantázia nevet, és ehhez egy bemutatkozót kreál, talál ki. Ez lehet vers, csasztuska, mondóka, bármi, amit kreatívan kitalálnak, és ez általában tényleg megalapozza a hangulatát a vetélkedőnek. Így történt ez ezúttal is. Esővizet, azt is gyűjtünk. Van is szép virágos kertünk. Kerékpárral járunk, kerünk. Ebédelni, gyalog megyünk. Alkotunk sok ökosat, hulladékból hasznosat. Zöldalmában sokszor nyerünk, elmés deákosan nevünk. A Deák iskola tanárai, az elmés deákosok eképpen mutatkoztak be. Magyarországon 6 bioszféra rezervátum van, ezek a nemzeti parkokon belüli legvédettebb területek. A résztvevőknek e köré épülő 12 feladatsort kellett megoldaniuk, melyet 3 fős szakmai zsűri értékelt. Többek között arra is tudniuk kellett a választ, hány kilométer hosszú a Baradla-Domika barlangrendszer, vagy hogy a világon hány bioszféra rezervátum található. De volt kirakós játék és logó embléma tervezés is. Az izgalmas és érdekességekkel teli feladatsort a Balogantal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium pedagógusai nagy lelkesedéssel állították össze. Igyekeztünk arra törekedni, hogy legyen a tényanyagra épülő feladat is, legyen játékos feladat, legyen kreatív feladat is a feladatok között. Így hát kiemelném például egy logókészítést, egy logó embléma készítését választottuk feladatnak, aztán a tényanyagnál például próbáltunk belevenni olyan vicces, vagy talán érdekes feladatmegoldást, hogy például egy igaz-hamis állításokat befőttes üvegekbe gyűjtöttünk, tehát kaptak 5 állítást a versenyzők, az 5 állításból a 3 igaz állítást kell kiválasztani, amit egy befőttes üvegbe belegyűjtünk, és hát hogyha belekerül, sajnos a hamis állításokon megromlik a befőtt, tehát próbáltuk egy kicsit ezzel színesebbé tenni a feladatmegoldást. Aztán van olyan feladatunk, ami például a tabu feladat, ahol mi az activity-ből próbáltunk egy kicsit átvezetni, egy szót kell elmagyarázniuk, elmondaniuk a versenyzőknek, de vannak tiltott szavak hozzá. Ez is talán egy kicsit viccesebb lesz, ahogy itt majd a versenyzők elmesélik, elmondják ezt a feladatot, vagy megoldják ezt a feladatot. Nem messze van tőle, a hegyen az ürge mező. Mi pedig a Dunapartról jöttünk, a Beszelvédin, a mélő helyünk. Ökó szívek a csapat nevünk, mindegy, hogy ma vesztünk, vagy nyerünk. És nyertek a dalolós bezerédis tanárok, ők vitték haza a vándorkupát. A résztvevő csapatok könyv, vásárlási utalványokat kaptak, valamint a Duna-Dráva Nemzeti Park által felajánlott ajándéktárgyakat.
Számos lehetőséggel várják a pályaválasztás előtt álló diákokat a Tolna megyei szakképzési centrum Bezerédi István Technikumban. A következő percekben az intézmény igazgatója számol be az iskola képzési kínálatáról. Idén ünnepli fennállásának 100. évfordulóját a Tolna megyei szakképzési centrum Bezerédi István Technikum. A Szekszárd belvárosában található intézmény már a kezdetek óta gazdasági oktatást folytat. Balogh Attila igazgató elmondása szerint az iskola képzési kínálata mindig a munkaerőpiac igényeinek megfelelően változik. A 8. osztályt sikeresen befejezőknek az 5 éves technikumi, illetve a 3 éves szakképzőiskolai képzéseket kínáljuk a 2022-2023-as tanévre. Az 5 éves technikumi képzés keretében gazdálkodás és menedzsment, kereskedelem, valamint közlekedés és szállítmányozás ágazatokra várjuk a pályaválasztás előtt álló fiatalokat. A gazdálkodás és menedzsment ágazaton belül pénzügyi számviteli ügyintéző vagy vállalkozási ügyviteli ügyintéző, a kereskedelem ágazaton belül idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus, valamint kereskedő és webáruházi technikus, míg a közlekedés és szállítmányozás ágazaton belül logisztikai technikus, illetve közlekedés üzemvitel ellátó technikus ágazatokban szerezhetnek szakmát a diákjaink. A technikumi képzésben résztvevők az ágazati ismereteket adó 9.-10. évfolyamok elvégzése után választhatnak szakmát. Az első két év a közismereti oktatás mellett az egyes ágazatainkban az alapozást jelenti, a 11.-12.-13. évfolyamokban viszont a szakirányú oktatásban már a szakmai elméleti, illetve a gyakorlati a főszerep. A technikumba járók megosztva teszik le az érettségit. A 12. évfolyam végén történelemből, matematikából, valamint magyar nyelv és irodalomból vizsgáznak a diákok, míg a 13. évfolyam végén idegen nyelvből. 5. érettségi tárgyat nem kell választani a technikumi tanulóknak, hiszen a 13. év végén letett szakmai vizsga érettségi vizsgatárgynak minősül. Sőt, nagyon lényeges, hogy emelt szintű érettségi vizsgát jelent. Ez azért fontos kihangsúlyozni, mert a képzésben a technikumi tanulók ezáltal jelentős előnyt élvezhetnek a felsőoktatási felvételinél, illetve a szakirányú továbbtanulás esetében. A 3 éves szakképző iskolai oktatás szintén a kereskedelem ágazathoz tartozik. Az ágazati ismereteket nyújtó 9. évfolyamot követően a diákjaink a kereskedelmi értékesítő szakma szakirányú oktatásában vehetnek részt, ez következik ezután. Majd fontos kiemelni azt is, hogy a 10. és a 11. évfolyamokban duális képzés formájában a diákjaink vállalatoknál, vállalkozásoknál teljesíthetik a szakmai gyakorlatukat és szerezhetnek szakmai ismereteket. A diákok mindkét képzési formában havi rendszerességgel kapnak ösztöndíjat. Egészen addig jár nekik ez a támogatás, amíg nem duális képzés keretében szakképzési szerződést megkötve folytatják a tanulmányaikat. Az ösztöndíj összege különbözik a technikumban, illetve a szakképzőiskolában. A technikumba járók ágazati alapoktatása idején a minimálbérnek az 5%-át jelenti ez az ösztöndíj, míg a szakképzőiskolában járók ágazati alapoktatása idején 10%. Továbbá az első szakma megszerzése után a tanulók egyszeri pályakezdési támogatásban részesülnek, ami a záróvizsga eredményétől függően akár a 300.000 forintot is elérheti. Azok a diákok, akik a Bezerédit választják, egy remek közösség részévé válnak. Az oktatóink a széleskörű ismeretek átadása mellett sokat tesznek azért, hogy a diákjaink be tudjanak illeszkedni az intézményünkbe, a képességeiket ki tudják bontakoztatni, illetve azért is, hogy jól érezzék magukat itt az intézmény falain belül. Ezeket a szolgálja lényegében a számos szabadidős programunk, illetve a számos hagyományőrző rendezvényünk, mint például a Bezerédi Nap. Az intézményünkben szintén nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a képességeket fejlesszük és a tehetséget gondozzuk.
az ismeretek elmélyítésére és megmérettetésére nagyon jó lehetőséget szolgálnak a különböző szakmai és közismereti versenyek, amelyeken diákjaink rendszerint nagyon szép eredményekkel öregbítik intézményünk hírnevét. A diákjaink komfortérzetének javításához nagy mértékben hozzájárult az, hogy az utóbbi években az intézményünkben jelentős fejlesztések zajlottak. Ilyen fejlesztések valósultak meg például azáltal, hogy megújultak a vizes blokkok az intézményünkben, okos tantermet alakítottunk ki, fejlesztettük a wifi rendszerünket, és korszerű tanműhelyeket is alakítottunk ki, de igazából a sort még bőven lehetne folytatni. A Tolna megyei szakképzési centrum Bezeredi István Technikum képzési kínálatát részletesebben a december 3-ai nyílt napon ismerhetik meg az érdeklődők. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!